Katonazenekar és tiszteletadás fogadta a szerb kormányfőt az Invalidusok Háza épület együttes előtti téren. Az érkezést követően Alekszandr Vučić meglátogatta Napóleon síremlékét és megkoszorúzta a szerb harcosok emléktábláját, akik szövetségesként együtt küzdöttek a franciákkal a két világháborúban. A kormányfő meghatódottan nyilatkozott a látogatásról. Nisam sklon preterivanju, ali teško je videti i doživjeti nešto ovako veličanstveno i gotovo nevjerovatno. Sok szállal fűződik Szerbia Franciaországhoz, elsősorban gazdaságilag, emelte ki a szerb politikus. Több közös projekt megvalósításán dolgoznak, egyebek mellett infrastrukturális tervekről van szó, a belgrádi metró, illetve más építkezésekről, a távfűtés fejlesztéséről, francia vállalatok pedig jelezték részvételi szándékukat a szerbiai magánosítási folyamatban is. Dolazak većeg broja proizvodnih pogona, fabrika iz Francuske u Srbiju, one danas već zapošljavaju 10.500 ljudi. U Srbiji, a mi očekujemo da taj broj može da bude neuporedivo veći. Imamo dobre primere od Mišlana ili Mišeline, kako bismo mi rekli, koji zapošljava gotovo 3000 ljudi, do mnogih drugih kompanije. Csütörtökön a francia szenátus elnöke Gérard Larcher abban a teremben fogadta Vučićot, ahol maga Bonaparte Napóleon is járt 1800-ban. Szerbia kulcsfontosságú szerepet játszik a Nyugat-Balkánon, ezért szorgalmazza az ország mihamarabbi csatlakozását az Európai Unióhoz Párizs, mondta a francia politikus. A szerb miniszterelnök francia kollégájával is egyeztetett, szorosabbra fűzik a két ország viszonyát. Franciaország teljes mértékben támogatja Szerbia eurointegrációját és gazdasági előrelépését, mondta Manuel Valls, francia kormányfő. Párizs elismeri Belgrád politikáját, húzta alá a szerb miniszterelnök. A tervek szerint François Hollande államfővel pénteken tárgyal majd a szerb küldöttség.